A lehet. Úgy érzem, hogy az előző light bombját kicsit nagyobb értékben sikerült elnyomnia, mint ezt most. Ezt nem feltétlenül tartottam fontosnak. Szerintem nem tart neki, talán Hulinovát, ezért ezt lát egyetlen lehetőségnek Mortírre. Nem is feltétlenül, jó, nyilván azért lett volna szükség Gortlére, mert a Paladinnál nem szeretjük fent hagyni a kis minionokat, tök mindegy, miről van szó. Ő az Entum mellett fog dönteni, bár ettől függetlenül szerintem lettek volna ennek jobb megoldásai. Lényeg a lényeg, Snake Juice végül az Entombot választja, és gyakorlatilag az eredmény ugyanaz, így is van egy tiszta board, és Rohel szerintem nem számít arra a második Entombra. Nyilván 15 kártya van még a deckében, annak az esélye, hogy az első 10-ből 2 Entomb legyen, nyilván kicsi volt. Viszont hát így ez kellemetlen, határozottan, erre most nem nagyon tudok mást mondani, ez határozottan kellemetlen. Én ugye a kurátorban nagyon nagy, szerintem egy nagyon jó lap, de a priesteknek alapból hiányzott egy jó 2 drop, és főleg, hogy bármilyen defretlőt meg tudunk találni, bármilyen Sylvanas, tényleg... Újjaj, hát a sok érték az így megjelent a képernyőn. Hát jó, a legjobb oldali Majordomot nem szívesen választjuk, ugye? Nyilván Majordomo az nem feltétlenül célra vezető, főleg nem egy ilyen helyzetben a Death Rattle-jétől függetlenül. A Dark Cultist az jó lehet különböző board control célokból, viszont ugye a Skeleton Knight sem egy utolsó dolog, és őt minden egyes alkalommal újra lehet, fel lehet majd kelteni. Hát, ha ugyanis jó jön a húzás. Nyilván, ha jól jön a húzás, az attól is függ, hogy milyen minionok vannak a deckekben. Azért én úgy látom, hogy szépen lassan kezd fogyni mind a kettő deck. Hát igen, itt a Tyrion. Hát ki is jött a Tyrion? A klasszikus. Mikor elrakják a kártyádat, amit kiraktál a boardra Entombal, és a következő körben egyből fel is húzzák. Hát ennél több érték egy kártyába szerintem nem szorulhat, mint amennyit jelen pillanatban az Entomb képviselt. De most látom, hogy egy Equality a Pro Hell-nél, úgyhogy ebből még lehet, ha van egy Consecration, akkor még egy egész jó Quartet is összehozhat belőle, ugye? Egyelőre a Consecration nem húzta fel. Abból ítélve, hogy van nála egy Reno Jackson, valószínűleg csak egy Consecration-je van, ami abból a szempontból elég kellemetlen. Tehát most elég rosszul jött ki neki a lépés, mert már 20 kártyát felhúzott, és még mindig nem volt benne Consecration. De most szerintem lehet, hogy látunk egy jó kis MC-tek play-t, 4 minion, és egész jó mérnek vannak a boardon, hogyha itt sikerül kihúzni a Skeleton Knight-ot, vagy akár a Shadow Priest-et, akkor egész jó minioneket magának lopni. Azért az opciók most is elérhetőek, van nála még egy Deathlord, van egy Shadowward, jó, nyilván ezt nem fogja elhasználni. Ezen kívül azért még bőven vannak dolgok, amiket ő használhat. Ha esetleg úgy döntene, hogy sebzési célokkal használná tovább a képességét, arra is lehetőség van. Nála a Soul Priest nagyon sok sebzést tudna már így is arcba tenni, valamint hát ugye nyilván MC-tek. Viszont most ez sajnos nem a legjobb miniont vett el, már két nagyon szép húzást láthatunk ma, amikor 25% esély volt és mind a kétszer bejött. És a gyógyítás Reno Jacksontól. Figyelembe véve azt, hogy Bruhá már 20 élet előtt, vagy 19-et elbukott, ami alatt Snake Juice összesen, hát igazából 2 életereje hiányzik, de erre egyszer vagy kétszer gyógyított rá, hát azt kell, hogy mondjam, hogy eddig Prohel-től sokkal több életerőt vert le Snake Juice, mint eddig, és az az óriási probléma, hogy a board kontrollja is sokkal jobb, és a keze is jelen pillanatban sokkal jobbnak néz ki. Úgyhogy hiába Reno Jackson, azt a 30 életerőt nagyon hamar le lehet ütögetni az arcáról. Hát ebben a körben is szerintem arra szintre ütni, mint az előző körben volt. Kíváncsiak, hogy melyik lapot fogja kijátszani.
Hát egy Tyrion biztos félelmetes lenne szerintem. A Tyrion biztos jó lenne, viszont azért a Paladinnál még van egy fegyver, amit lehet, hogy belenyomna a Divine Shield. Nem jött össze sajnos a húzás, úgyhogy nem lesz még egy Skeleton King. Ennek ellenére lehet takarítani a bordot elég szépen, és úgy látom, hogy jönni fog erre egy Death Lord. Nem. Nem, arra csak egy pillanatra rávitte az egeret, és azért tudott ki. Azt hittem, hogy már ki is játszotta. Az a baj, hogy a Sludge Belcher sem lesz ehhez elég. Még az Úzzal együtt sem. És ráadásul ugye ott van nála most Prohálnél Kel'Thuzad, ami akkor igazán jó, hogyha... Ha van, ugye? Ha van, tehát bord nélkül Kel'Thuzad nem ér semmit. Most látok egy elég erős Soul Priest combo-t. Flash, Heal, Hero Power. Ez 9 damage rögtön. Egyrészt a Flash Heal, másrészt a Hero Power is ott lehet, viszont szerintem ő ezzel megint inkább az asztalt bontaná, mint hogy arcba nyomogassa ezeket a sebzéseket. És ha jól látom, inkább megtartja későbbre. Takarítja az asztalt, nem akar a Paladin ellen még véletlenül sem fent hagyni semmit. Olvasom a csetet, mindenki írja, egy kicsit nagy a háttérzaj. Az a baj igazából ezzel, hogy... Egy bárban ülünk. Konkrétan, tehát mi itt ülünk a Warcraftban, itt folyik ugyebár az esemény, és elkerülhetetlen, hogy valamilyen háttérzaj legyen, mert hogy maga a stream is innen folyik. Vajon kirakja a Death Lordot? Ez a kérdés. Nem rakja ki a Death Lordot, hanem a Tyriont rakja. Ugye ez még akár kellemetlen is lehet. És amit láttunk, ugye kijátszotta már az úszt, pedig tudta, hogy Entum volt a saját Tyriontját. Úgyhogy igazán megtartottam volna később, hogy Erzsinger ellen, de mondjuk ezzel a Silence-es. Teljesen jó volt a Silence-es play is. Nyilvánvalóan azért tartotta meg egészen idáig a bagyot, mert tudta, hogy a Tyrion az majd egyszer csak ki fog jönni. És hát nyilván ki is jött. Most újra az évezred kérdése. Vajon még mindig tartja magát ahhoz a kombinációhoz, hogy takarítja az asztalt, és csak utána a maradékokat üti bele az ellenfele arcába, vagy pedig mindent belevisz az ellenfele arcába. Így van, ez eddig tök jó, és jöhet a Flash Heal, és jöhet a Hero Power, és meg is van. Ez egy szép. Ennyi. Ez egy gyönyörű szép kombó. Tudta, hogy mikor van meg a végzetes sebzés. És ezt ki is használta. És akkor az 1-0-ás vezetés Snake Juice. Így van. Snake Juice tehát jelen pillanatban 1-0-ra vezet. Ez az évezred leghosszabb mérkőzése volt jelen pillanatban. Jön is hamarosan a következő meccs, remélhetőleg így már indítják is körülbelül. Snake Juice tehát eddig 1-0-ra vezet. Nyilván a Priestet már nem hozhatja, helyette hozza a jól bevált MacMage-et. Rohel-től pedig egy Warlockot láthatunk. A híres Reno Warlock játék az elmúlt, mert egy egész sokat nyert az egész bajnokság alatt. És látjuk, kicsit jobb kenye van most talán Rohel-nek. Rohel keze mindenképpen jobb jelen pillanatban, ugyanis például kettes dropja nem is nagyon lesz. Tehát a következő körben Hero Power-on kívül nagyon sok más Snake Juice egyelőre nem fog tudni csinálni. Vagyis, hogy mi? Elkéstem egy körrel! Úristen! Mi van itt? Na hát egy körrel el voltunk, nem, mert így átadogatták a kört, és nekem teljesen kiesett az, hogy egy kör már eltelt, és már a második. Mágus ellen nyilván ki lehet játszani az úszt azonnal. Ez a...
Bontanak. Valaki le fogja bontani az egész emeletet egészen konkrétan alattunk. No, hát kint van ugye a Spider Tank az asztalon. Lehet mellé rakni egy Shreddert esetleg. Én azt látom a helyes játéknak, mellé kell rakni a Shreddert, és ez tök jó lesz mindenkinek. És utána még lehet, hogy trédelnék is azzal az úzzal, az még mindig elég lenne arra, hogy egy életereje így is marad a Spider Tanknek. Hogy haladunk filmtől? Valami öregember lejött hozzánk a streambe, üdvözöljétek erre. Öregem most lett 16 év. 17. Na, látom. 3 évvel idősebb lett. Na hát nyilván ez a játék is tökéletes volt így, mert a zombicsót meg lehetett ölni, és cserébe a Spider Tank sem szenvedett el sebzést, ráadásul a Cogmaster az így is működőképes maradt, és ki lehetett rakni most ugye a Shredder, bár most a manát nem használta ki olyan jól. És ennek az impact. És természetesen pont annyit sebez az Implosion, amennyit neki kell. És hát szaporodik a rák próháló oldalán. Tehát így már most 4 imp van a bordon. Itt szerintem egy Flamestrike vagy egy Blizzard nem is jól jön neki. Az a baj, hogy jelen pillanatban egyik sincs nála. Ráadásul a kezében van 2 Clockwork Knight, de mindezt úgy, hogy a bordon nincsen meg. Úgyhogy sajnos ez most egy ilyen kicsi zsákutcának tűnik nekem. A Belcher az egy jó döntés, főleg így, hogy még az Alexstrasza Champion-t ugye le tudják ütni. Abból jönni fog még egy kis impecske, és szaporodnak a minionok a bordon. Jelen pillanatban Prohal sokkal jobban áll, véleményem szerint. Ugyanis sokkal jobb a keze, óriási kártya előnye van, tehát gyakorlatilag amit eddig kirakott a pályára, az 3 kártyát használtál, vagy 4-et? Ez az 5. kártyája, és ehhez képest már a lassan 8. körben vagyunk. A híres doktor. Most hirtelen kevesebb lett a bordja. Nyilván kevesebb lett a bordja, mert ő is úgy gondolta, hogy clearelni kell, mert muszáj. A Clockwork Knight most működhet, mert ugye a másik Clockwork Knight az gyakorlatilag egy meg. Azt le lehet még takarítani Dr. Boomot a pályáról, viszont cserébe egy Clockwork Knightot be kell áldozni. Ez még annyira nem feltétlenül rossz, de tekintve, hogy az ellenfelének 8 kártyája van, nála pedig már csak 3, az azért elég kellemetlen. Van nála mondjuk egy Antonidas, viszont egy Fireballon kívül semmi más spellje nincsen, amivel el tudná sütni ugye Antonidas képességét, ami azért kellemetlen, mert egy körön belül nem tudja ezt megtenni. És megint egy ugyan erős boltot látunk a másik oldalon. Mondjuk most egy Antonidas kombót lehet, hogy csinálni a Frost bolta. Top deckelve. Egy ingyen Fireball-ja. Az Antonidas Frostbolt kombó működhet. Az a baj ezzel, hogy az nem jó. De más lehetősége sem most nincsen. Stalagra. Nem sok más lehetősége van. Stalagra azt rá lehet nyomni, és akkor majd a következő körben azt jól befejezi a Hero Power-rel, igen. És szaporodni fognak majd a tűzlabdák a kezében. De az a baj, hogy ez mindig kevésnek tűnik. Az egy Hellfire lesz nyilvánvalóan. Ez a baj Antonidasszal. Kirakta 7 manáért, kapott belőle egy Fire volt, és gyakorlatilag ennyi. Jó, mondjuk most kellett rakni egy Mind Control-teket üresbe, ami gyakorlatilag csak azért jött, hogy legyen valami Board Control, meg hát világosan látszik, hogy Snake Juice-nak már soha az életben nem lesz 4 minionja egyszerre a bordon. Azon gondolkozik amúgy, most 3 Fireball van a kezében. Sajnos látjuk ugye, hogy egy Anti-Kill-ot nem próhálnél, de
Ilyenkor, mikor a Warlocknak már ilyen alacsony életereje van, nyilván számítani kell a Molten Giant.